Kis szerelmem, imádni fogod. Isten az atyám, imádni fogod. Nem gondolta, felhúzom az ablakot? Dehogy is, azt csinálsz, amit akarsz. Azt mondja, van nekünk egy felezünk, kell nekünk egy hátsó difizár, összezárt, start. És látod, ilyenkor felezőbe ennyi az alapjáraton, uh-huh. Egyesbe elindul. Kettőbe felmegyünk szerintem, hogy mehetünk a egyesbe is, hogyha szeretnéd szépen lassan. Lassan, jó. Ez amúgy nem vészes, a másik sokkal izgalmasabb, a másik domb belülről. Ez is rosszabb. Itt ilyenkor az a szar, ugye, hogy addig a pontig, amíg nem érkezel, nem látod, hogy... Lassan, egyenletesen menjél tovább, nehogy belekuplungolj, csak fékkel. Oké. Fék, motorfék. Jó. És arra figyelj mindig, hogy az autónak a hossztengelye, meg a lejtőnek a hossztengelye párhuzamos maradjon. Igen. Ne engedd kitörni, mert megelőz a hátulja. Jó, az meg nem finom. Nem ennyi, de egy nagyobb gondiget. Azt mondta, Jézus Isten, pedig engem jó, Ákosnak hívja. Jó, hogy van ez az öm. Jó, jegyelek meg. Jaj. Jó volt? Jön fel a kolbász, ugye vagy. Megyünk rá a vizes árokra. De az milyen? Az nagyon izgalmas, ott az a lényeg, hogy akkora tempóval kell beleérkezni a vizes árokba, hogy ne vessél hullámot. Nem szabad hullámot csinálni benne. Ki lehet dobni, hogy ezt tegyem? Persze, nyugodtan. Biztos? Hogyne. Akkor a táj nem vagy előtte. Azt mondta a fickó. Úgy lesz, bébikém. Megint itt vagyunk. Megint itt vagyunk, igen. Kocsosszor nekem felfogott a gyomrom. Hogy élvezitek ezt? Én sietem. És már megint így vagyok itt. Azt mondja, megint én vagyok itt lent. Annyira szépen, óvatosan lehet ezzel dolgozni, mint egy finom mechanikai szerkezet, látod? Uh-huh. Szépen egyes alapjáratba felező, nézd meg milyen szépen kihozta. Jönnek meg a szembe. És utána megyünk be abba a lyukba, látod? De oda lassan kell menni. Oda nem? Nagyon lassan, igen. És akkor tárgyak. Ja, hogy az? Na, azt pont ki fogom hagyni. Miért? Kicsikém.